Senki után halfogva vagyok. Sokat gondolkoztam azon, az előző videóban mondta, az avónőt egy lapáttal jó meg kellett volna verni. És eszembe jutott az, hogy pont volt egy nap, mikor volt egy lapát, egy kis lapát, kicske volt, és pont azzal agyon bírtam volna ütni. Volt kettő darab elbeteg is mellette, és eszembe jutott, itt van, hogy milyen lehetőségeket hagytam ki. Simán, 5 évesen szét tudtam volna verni. És egyszerűen ez az van itt, hogy ez az ördög minden megtesz, nem mindegy, hogy melyik ördög. Más több ördög is van. Nem csak az az egy. Az ördög vagyik a hatalmi szervek. Vannak eredve. Most már kezdnek ez is már megromlani. Mert legelején nem volt külön réteg. Most már külön éveznek itt is a munkás réteg. Külön jogokat kapnak. Tisztára. Felháborító! Valaki. Valaki. Ábrázolva! Vissza. Mikor az időt. Vitelezzünk fel a helyzethez. Akkor én még voltam. Emberként 5 éves. Hol néz ki egy 5 évesnek? Nézzük meg, hol néz ki egy 5 éves! Nézzük meg! Hogy is nézzen ki! Szóval! Kb. Így néztem ki. És ennyi! 4 évesen! 4 éves. Kellett járnom óvodába. És akkor is láttam, hogy fölösleges. És itt van normál, gyenge emberi agy, mire is képes, de van írva. Tud ki begombolni. Milyen hülyeség már? Cipzárt. Be tud venni egy szeget egy darab fába. Hogy ez nem a valóság. Most ilyen az én értelmi szintem. Ez az átlag büdös munkás réteghez tartozik. Tud egy darab fába egy szegecset verni. Hát én nem tudtam. Én nem egyet vágtam, hanem többet. Összeraktam mindent már 4 évesen. Volt már agyam. Mert mondom szépen, hogy van az átlag. Átlagra van írva, hogy egy szeget bele tud várni egy fába 5 évesen, és az nagy agyképességgel rendelkezik. Vannak ilyen hülyességek. Képes. Na most jön az én verzióm. Itten volt Annikus is. Elném maga szinten volt akkor is. Tudtam agyon verni lapáttal bármit. És csináltam, hogy eszembe jut. Hogy nem. Ez van ez a közszint
Réteg? Van. Simán! 5 évesen megfogtam volna. Egy nap ott volt a kislapát. Agyonütöttem volna 2 darab ellenbeteget, mert akkor meglátszódott rajtuk, hogy fogyatékosak voltak. Egyiknek nem volt a szemek, meg a másik is eléggé fogyatékos volt. Mind a kettő, mind a háromat agyon kellett volna ütnöm. Egy kislapáttal. Nem ütöttem agyon! Nem volt bennem meg az akarat, rátámadjak az óvónőre. És ütni, ameddig csak lehetett volna. És itt van, hogy ez a sok egymás utáni rosszint. Tisztára meggyöngítette az agyamat. Nagyon. Tönkretett, mert gyalázni. Most kitézzünk fel azt. Ennek én elnéztem volna semmit se. Beleélés a virtuális lába! Megfogtam volna! Lett volna akkor akaratom, és neki támadtam volna egy kis lapáttal. De egy kicsike volt a lapát, de fém volt. Jó vágott volna. Meg kell hagyni! És adtam volna a pofájának. Lehet, hogy a másik 2 darab elmeteget is ad ez ott volna. Így járnak. Egyszer mindig felúszta az idegeimet. Így kellett volna járnia neki, ez lett volna az ideális vég. Hogy 5 évesen jó megvertem volna. Vagy 6 évesen, ja. Vajon sohasem nem volt jó falon az oldalában, soha nem volt egyetlen egy fém darab se. Vágólapát. Így jártunk, így jártam. Kis büdös bőr, mert parancsolgatni! És már akkor már az agy tönkre van téve. Egyszerűen nem tudják azt a vébe venni, amit vébe kellett volna vinni. Én sem tudtam, amikor jóval. Másabb voltam tőlük. Jóval. Sokkal inkább. És ugye nem sikerült. Lapáta. Rohadt sziopata a vónőt jó megverni. Nem tudom, mi lett volna. Kellett volna próbálni rá. Kicsit izgalmasabb lett volna minden. És nem kellett volna 18 éven át járnom a büdös oktatási rendszerben. És van! Sok minden! Változik az idő. Én nap úgyis vissza fogok jutni a hatalmi szervek vezetésére! Tudom én azt, hogy én oda vagyok. Valaki megnézte? Nincs semmi. Most itt ezünk fel a helyzetet. Te szerintetek, hogy én ezt magam eszítőt álltam volna ki, ezt a iszlám még ilyen kis ilyen zsidó köréket, amit jelent a jogon az, hogy hentes. És mit tír? Vagy valami tesha. És ne tír! Ez a köznév. Annyit jelent! Még mondom, voltak ilyen több is, aki híres is voltam. Valamikor, hogy darabolni. Darabolni kell, mert tudom azt, hogy ez az ősi tudás segíthet csak meg. Gyengébb elbetegeket írtani kell, az a baj, régen nem ismertem fel a, hogy is hívják okat a, mi a valódi elmebetegeket, de most már felismerem. Hogy valódi elmebetegek közöttünk vannak. Dolgozni járnak. Egy nap, egy éven, 2 éven át képesek ugyanazt csinálni. És örülnek neki, mert ez lett az új normál szint. Az régebben elmebetegeknek számítottak. Külön réteget alapítottak. Ők a munkások. Külön ruhát kaptak. És vannak. És itt van. Hogy néznek ki? Egy ruhának. Egy cégtől kapnak egy ruhát! Beöltözködnek és örülnek. De jó. Egy már szivakodnak! Jó, de jó. Örömet adnak.
Gája rabszolgák. És ott van. És ilyenek közé kellett járni. Én folyton néztem filmet. Rajszínek. És már is már a rajszínek van az, hogy az akarat erőt elnyomják. Nem volt meg az akarat, amikor ott volt a lapát, és egy-kettő szétvernék fel a zavónőt. És nem, ott volt a lapát. Kétszer, háromszor volt olyan alkalom, akkor simán végezhettem volna vele. És ezt az alkalmat kihagyni. Szia, munkások! Megszégyenítettetek egy pár rakéta, de lesztek, ha nem lesztek, szerintem az új is már minden le van automatizálva, már robotok vannak, már feleslegesek a jó részt a fizikai munkások. És itt van már ilyen játékszerekkel próbálják rászoktatni a gyenge emberi agyat. Mi legyél munkás? Ülsz egy gép mellett, nyomogatod, furogálsz és örülsz neki. Fémet csinálod. Szia, a mérget, fúj, fúf. És ennyire vagytok képesek, javarészt! Kezdetben nem tudtam megkülönböztetni, mi a büdös munkás. A büdös munkás réteget meg kell tudni. Fel kell ismerni őket. Nem nehéz. Folyton a virtuális világban vannak. Reletek szoktatva 4 évesen, vagy 5 évesen, vagy 6 évesen az ugyanazt a folytatják. Nem tudnak elszabadulni tőle. Körülötte lévő tájat nem veszik észre. Nagyon semmit sem. És ilyenekhöz kellett járnom 18 éven át. Gyöngelműek voltak. És hát jócskán, gyengék! Nem így. És minden másnyal lett volna. Az van, hogy ezek a 2 darab vagy 3 darab munkással rossz ideig összeálltam, és megromlottam. Az emberi agy rögtön képes a könnyebbet, a hülyeséget másolni, mint a nehezebbet. És pont ezért mostanában mindig a nehezebbet választom. Nem a könnyűt. A könnyű ugyan beállsz vada, dolgozó nyomod két gombot, csaladás, jöjjük be, mindjárt nyom, bejönjük, jöjjük, de jó, még van. Nem. Mi az izgalmasabb verzió? Én vissza tudjam ezt szerezni a hatalmi szervek java részét? Több videóban megemlítettem azt a... Ugrálni kell. Ha egyszer lent, ha egyszer fönt. Most nem jött túlságosan lent, aztán fönt. Bármit el lehet érni. Többször mondtam, hogy én csak visszaveszem, hogy egy cél az enyém volt! Jó 300 éve ezelőtt! Már ez kell nekem, ebben a verziót kell tudni! Most több verzió is van, de hát itt már fő-fő hatalma megszerezhessem! Abszolút nem vagyok szemtelen se! Még legyek az. Na, ha megtehetem, mitől is nem. És aztán jövök én a... Eddig még nem tettem olyasmit, amit kellett. Nem bírtam, mert ezek a munkás réteg folyton az utamban állnak, mint most is. Ezt nem rossz tudom megszabadulni. Dolgoznak, és annyit tudnak, csak! És már sajjuk. Itt van kell modern munkások. Vannak öteszkedve! Pusti a ruhák van rajtuk.
jobb, hogyha semmilyen ruha sincsen rajtam, mint vagy egy büdös munkás, amiben beleizzadok. Itt is van. Tuska. Szóval ismétlés! Ez már nincsen. Na, szóval kicsarapodás. Az a Excel. Az egész. Dlabasszat! Hogy? Amit lehet. Lehet. Mint a szart. Lehetne. Legessenek! Le kell szokni a munkás szokásokról. Munkás szokások! Mégis, a virtuális gyalvoló élet. Eléggé jó kezd megszoktatni. Rászoktam. Rászoktam, hogy a térgek közé kellett járnom. Kis büdös mocskakhoz. És kis munkások érződött rajtuk. A munkások. És tudni élik a munkások, ne legyen rang. Vagy ez a valakinek több rétegeződések mai napon is. Most a legfontosabb a hitben való élet. Persze elmondtam, mi a hitem. Ma származok, milyen gyorsan is voltam egy időben. Vezető is. Hát, vajon nem jött össze? De én tudom azt, azért nem jött össze, mert túl sokra lettem a munkás. Jó kell kiizmosítani magamat. Jobban kell mozogni, jobban kell verekedni, jutott kurvát kell tartani, és már meg lehet élni. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!